Ezek a felvételek vasárnap késő délután készültek. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Telephelyén közel 200 tonna lom égett. A sötét füstöt több 10 kilométer távolságból is lehetett látni. Interneten többen megosztották a fekete füstről készített fotóikat. Akkor még sokan nem tudták, hogy a nyíregyházi lomtalanításból összegyűjtött hulladék égett a szeméttelepen. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, 8-10 méter magas lángokat oltottak Nyíregyháza, Kisvárda és Hajdunánás hivatásos egységei. Összesen 3 gépjárműfecskendő, 3 vízszállító, illetve több munkagép is segített a tűz megfékezésében, amelyet a késő esti órákra sikerült egyébként megfékezniük a tűzoltóknak. Az utómunkálatok azonban hétfőre is áthúzódtak. A tűzoltás vezetését a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vette át, illetve a helyszínen tartózkodott a katasztrófavédelmi mobil labor, amely méréseket végzett, de egészségre káros értékeket nem mutattak ki, személyisérülésről pedig nem jött információ. Az utómunkálatok még hétfőn délelőtt is tartottak, ugyanis több helyen vissza-vissza lobbant a tűz. A szakemberek folyamatosan locsolták a hulladékot, amelyet egy markoló forgatott annak érdekében, hogy mindenhol nedves, vizes legyen a szemét. A vasárnap késő délutáni esetet egy biztonsági őr észlelte. Olyan 6 óra körül észlelte a kint lévő biztonsági őr kollega a füstöt, és ő értesítette a tűzoltókat. Ekkor a telepen saját dolgozó már nem tartózkodott, vannak biztonsági kameráink, egyértelmű, hogy öngyulladás történt. Az az igazság, hogy ez a hulladék, amit meggyulladt a tegnapi nap folyamán, Nyíregyháza város lomtalanításából származik. Sajnos a lomtalanítás során a lakosok belerakhattak olyan anyagokat, amelyek egymással reakcióba lépve okozhatták ezt az öngyulladást. A mechanikai, biológiai kezelőterületen lobbantak fel a lángok, a tűzben senki sem sérült meg, ám többek között ez a 280 millió forint értékű zöld színű daráló rostáló berendezés is megsérült.